Sziasztok, itt vagyok egy újabb videóban, és folytatom a Super Bankó teljes pakkaparást, a következő 5 sorsjegy lekaparásával. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit rejt a következő 5 sorsjegy 36-tól 40-ig. Most kezdjük is el a 036-ös Super Bankó sorsjegy lekaparását. Nézzük, hogy milyen szép nyereményt tartogat számunkra. Az első játékon keresjük a 2-est, és a 14-est ezzel kell egyezőt találni, nézzük. Ez egy 12-es, nekünk 2-es van, 5-ös, 6-os, 11-es, 4-es, nekünk 14-es van, és az utolsó pedig egy 17-es, nem lett sajnos számegyezésünk. Nézzük, hogy lesz a két egyforma szimbólunk egy sorban. Pénzköteg és lóhere. Az első sorban nem volt. Nézzük a második sort. Patkó és gyémánt. Itt sem volt két egyformánk. És az utolsó érmék. És érmék nyerő a sorsjegy. Szuper! Már egy nyereményünk van a sorsjegyen. Nézzük, hogy mennyit rejt. Egy 500-as alapnyereményt, viszont még van még hátra játék, nézzük, hogy lesz-e még hozzá, de már nyerő a sorsjegy. Keressünk 3 egyforma szimbólumot a következő játékon, drágakő, korona, drágakő, abból már 2 van, kincs, nyaklánc, korona, abból is 2 van, nézzük, melyik fog bejönni, nyaklánc, kincs, ideig mindenből 2, és aranyórát az sajnos nem lett 3 egyformán. Nézzük, hogy lesz a 3 egyforma összeg. Van egy 1000-es, egy 10000-es, 5 milliós, 50000-es, ideig mindegyik különböző. Hú, 5 milliósból van 2, nézzük, hogy jön a harmadik. De sajnos egy 500-as, nem lett 3 egyformán. Nagyon mutogatja magát az a milliós nyeremény. Reméljük, hogy valamelyikben ott lapul az a milliós nyeremény, amire várunk, és ti is vártok. Nézzük, hogy lesz-e pénzérmény fix 1000 forintért. Van egy kassa, autó, rabló, tárca, és persze nem lett sajnos pénzérmény. De ezzel a sorsjeggyel 500 forintot nyertünk. És az ebetűk tartoznak az 500-as nyereményhez. Szuper! Akkor most nézzük a 037-est, hogy milyen nyeremény tartogat számunkra. Nézzük, hogy lesz a nyerőszámmal egyező szám. Keressük a 17-est, és a 2-est ezzel kell egyezőt találni. Van egy 5-ös, 6-os, 16-os az egyel mellé, nekünk 17-es van. 12-es, nekünk sima 2-es van, 3-as, az is egyel mellé, rendesen körbeütik a számokat, nézzük, hogy az utolsó pedig egy 13-as, nem lett sajnos számegyezésünk, nézzük, hogy lesz-e két egyforma szimbólumunk egy sorban, pénzes zsák és lóhere, az első sorban nem volt, nézzük a második sort, gyémánt és patkó, itt is különböző, és az utolsó, aranyrúd, és kulcs, nem lett sajnos két egyformánk. Nézzük, hogy lesz-e három egyforma szimbólumunk. Van egy nyaklánc, na, jön a nyaklánc. Kincs, drágakő, korona, aranyóra, aranyórából is 2 van, nézzük, hogy jön a harmadik. Drágakőből is 2 van, és az utolsó, pedig egy kincs mindenből 2, sajnos nem lett 3. Nézzük, hogy lesz-e 3 egyforma összegünk. Van egy 50000-es, 10000-es, 5 milliós, 500-as, 5000-es, ideig mind különböző, és az utolsó 5 milliósból volt 2, de nem lett 3 sajnos. Nézzük, hogy lesz-e pénzérmény, fix 1000 forintért, van egy tárca, rabló, kassa, persely
És bonk, nem lett sajnos pénzérmény. A betűink egy H és egy P betű. Akkor most nézzük a 038-ast, milyen nyeremény tartogat számunkra. Nézzük, hogy lesz a számegyezésünk. Keressük az 1-est, és a 16-ost ezzel kell egyezőt találni. Nekünk van egy 11-es, nekünk sima 1-es van, 7-es, 3-as, 19-es, 15-ös, az is egyen mellé, és az utolsó, jön a 16-os, de sajnos 6-ost adott, nem lett számegyezésünk. Nézzük, hogy lesz-e két egyforma szimbólumunk, egy sorban, pénzköteg és gyémánt, az elsőben nem volt. Nézzük a második sort, lohre és aranyrúd, itt is különböznek, és kulcs, és érmék, nem lett sajnos két egyformánk. Akkor nézzük, hogy lesz-e három egyforma szimbólum. Drágakő, nagyon a drágakő. Még van egy csomó esélyünk. Aranyóra, gyűrű, korona, nyaklánc, kupa, aranyóra, abból is kettő van, és korona, mindenből kettő, nem lett három sajnos. Nézzük, hogy lesz-e három egyforma össze. Van egy 5 milliós, 500-as, 1000-es, 5000-es, ideig mindegyik különböző. Ez egy 5 milliós, abból már kettő van, nézzük, hogy jön-e a harmadik. De sajnos 10000-est adott, nem lett három egyforma összegünk. Nézzük, hogy lesz-e pénzérmény fix 1000 forintért. Van egy rabló, autó, kassa, persely és tárca. Nem lett sajnos pénzérmény. A betűink T és egy K betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó előtti sorsjegyét, a 039-est. Hát, ha ezen sikerül valami szépet nyerni. Keressünk nyerőszámra egyező számot. Keressük a 4-est, és az 1-est ezzel kell egyezőt találni. A mi számaink a 6-os, 15-ös, 8-as, 14-es, nekünk sima 4-es van, 7-es és 5-ös, sajnos nem lett számegyezésünk. Nézzük, hogy lesz-e két egyforma szimbólumunk egy sorban, lóhere és aranyrúd, az első sorban nem volt. Nézzük a következőt, pénzes zsák és érmék, itt is különböznek, és az utolsó, pénzköteg és gyémánt, nem lett sajnos két egyformánk. Akkor nézzük, hogy lesz-e három egyforma szimbólumunk. Van egy szép, kupa, aranyóra, ideig mindegyik különböző, szépből van kettő, gyűrű, és ott a szép, nyeri a sorsjegy, szuper. Már egy nyereményünk van. Van még egy aranyóra, egy gyűrű, és egy kincs, de itt van egy nyereményünk. Nézzük, hogy mennyit rejt a szép. Egy 500-as alapnyereményt adott vissza, de még van hátra játék, nézzük, hogy lesz-e még hozzá. Keressünk három egyforma összeget. Van egy 10000-es, 1000-es, 50000-es, 500-as, ideig mindegyik különböző, 5 milliós és 5000-es, sajnos nem lett három egyforma összegünk. Akkor nézzük, hogy lesz-e pénzérmény fix 1000 forintért. Van egy kassa, tárca, rabló, bank, és persze nem lett sajnos pénzérmény, de ezzel a sorsjeggyel 500 forintot nyertünk, és az E betűk tartoznak az 500-as nyereményhez. Itt is van. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsjegyét, a 040-est. Hát, ha ezen sikerül valami szépet nyerni, nézzük, hogy lesz-e számegyezésünk. A 17-est és a 15-öst keressük. A mi számaink egy 6-os,
19-es. Na, jön a 15-ös? De sajnos sima 5-ös. Az nem jó. Nézzük a következőt. 1-es. 10-es. És 9-es. Sajnos nem lett számegyezésünk. Akkor most nézzük, hogy lesz-e két egyforma szimbólumunk egy sorban. Van egy lóherő és pénzkötőbb. Itt nem volt két egyformánk. Nézzük a második sort. Van egy pénzes zsák és kulcs. Itt is különböznek. És az utolsó érmék és gyémánt. Sajnos nem lett két egyforma szimbólumunk. Nézzük, hogy lesz-e három egyforma szimbólum. Van egy aranyóra, gyöngy, kupa, korona, kupa, na jön a kupa, nézzük, ez egy korona, abból is kettő van, aranyórából is kettő van, nyaklánc és gyöngy, mindenből kettő, nem lett három sajnos. Nézzük, hogy lesz-e három egyforma összegünk. Van egy 5000-es, egy 10000-es, 500-as, ezres, ideig mindegyik különböző, 50 000-es és 5 milliós. Sajnos nem lett három egyforma összegünk. Nézzük, hogy lesz a pénzérmény. Fix 1000 forintért, autó, tárca, bank, kassa és verseny. Nem lett sajnos pénzérmény. A betűink pedig egy N, és egy N betű. És egy T betű különböznek sajnos. Tehát összegezve a mai videót, újabb 5 darabot kapartam le a Superbankó teljes pakkunkból, 36-tól 40-ig, és abból 3 nem nyerő, illetve 2 nyerő sors is született. Mind a 2 sors egy-egy alapnyereményt adott, vagyis így összességében 2500 forintból 1000 forint jött vissza. Hát ez elég kacsú, reméljük, hogy még a pak maradék része, a 10 darab sorsjegy még tartogat számunkra valami szép nagy nyereményt. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok el a legfrissebb videóinkról. Kövessétek a YouTube csatornánkat, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról. Én Alex voltam, a Gigavirág Szerencsés csatornáról. Találkozunk egy újabb videóban. Sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok minden kedves nézőnknek. Sziasztok!